a vendégünk Tatár Anikó, akitől rögtön azt kérdezném meg, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a díjat, hiszen egy komoly elismerésben részesültél, elismerték a munkádat. Hát nagyon óriási megtiszteltetés volt ezt a díjat átvenni, őszintén szólva abszolút nem számítottam rá, teljesen váratlanul ért. És amikor felhívtak, hogy előző nap felhívtak, hogy mégis, hogy tájékoztassanak, hogy legyek ott a díjátadáson, akkor így végigfutott a fejembe, hogy miért kapom én ezt a díjat, hogy én miért kapom ezt a Bencs díjat, de tényleg egy óriási megtiszteltetés volt. Anikó, bár fiatal vagy, én azért emlékszem rá, hogy nagyon régóta benne vagy igazából a nyíregyházi turisztikai iparágban, ha szabad ilyet mondani. És ugye jelen pillanatban a Sóstó gyógyfürdőn, az állatpark előtti turist office-t irányítod, és egyébként meg, hogyha nincs nyári időszak, akkor pedig, ha jól tudom, akkor itt a Benti TDM irodán dolgozol. Igen, a Benti irodán. Most te azt gondolom, hogy mindent tudsz arról, hogy mit érdemes Nyíregyházán csinálni, hogyha nem az állatparkról van szó, vagy nem a Sóstói Múzeumfalóról, vagy esetleg nem az Aquarius élményfürdőről, hanem tegyük fel valami másra, valami különleges régre is vágynak az itt szabadidőt eltöltő turisták. Például itt van az a VR szemüveges történet, ami azt jelenteni, hogy egy kicsit megismerhetjük Nyíregyháza múltját, illetve történetét. Hogyan lehet ide jelentkezni egyáltalán, mi az, amit megismerhetnek a látogatók, illetve a turisták? Jó, akkor erről a filmről röviden egy pár szót, ezt mi még egy pályázat keretében 2 vagy 3 éve készítettük el, amit közösen a római katolikus templommal volt egy közös pályázatunk, amikor látogathatóvá tették a templomtornyot, és a marketing tevékenységét mi végeztük ennek a pályázatnak, és ennek a keretében készítettünk el egy pár perces VR filmet, ami a 1900-as évek elejére röpíti vissza, aki a VR szemüveget felpróbálja. Méghozzá, hogyha kinézünk a templom toronyból, akkor a Kossuth teret látjuk, ugye akkor is, most is, de a két tér között egy kis különbség van, tehát az akkori tulajdonképpen nyüzsgő piaci életben találja magát az, aki felpróbálja ezt a VR szemüveget. Mert hogy a Kossuth tér annak idején a piacként pontosan a piac volt, igen, mindaddig, amíg el nem költöztették ugye a mai helyére. Hogyan látjátok, mennyire izgalmas ez azok számára, tegyük fel fiatalok számára, akik egyáltalán érdeklődnének Nyíregyháza múltja iránt? Mert hogy nem egy nagy múltú városról van szó, de mégis érdekes története van. Nagyon szeretik ezt a VR szemüveget kipróbálni, nem csak a felnőttek, nem csak az idősek, és nem csak azok, akik nyíregyháziak, tehát akik ismerik Nyíregyháza mai jelenét, illetve a múltját is, hanem nagyon sok turista szívesen felpróbálja, gyerekek előszeretettel, mivel egy kicsit azért az ő, tehát ez egy bizonyos fokú élményt is ad annak, aki felpróbálja, és nagyon tetszik például nekik, azt mindenki rákérdez, hogy itt Nyíregyházán, itt a belvárosban járt kis vonat, pont ma volt itt egy győri család, bejött az irodába, ők is olvasták interneten, hogy van nálunk ez a VR film, és bejöttek, megkérdezték, hogy akkor ők most kipróbálhatják-e, és akkor volt két kisgyerek velük, úgyhogy nagyon tetszett nekik, a gyerekek nagyon élvezik, tehát így élmény látni az, amikor felpróbálják a szemüveget, és akkor így forognak benne, meg kérdezgetnek, meg mutogatnak össze-vissza, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik mindenkinek. Ilyenkor van egy guide, tehát van, aki segít abban, hogy kalauzolja az embereket, hogy mit lehet Nyíregyházán csinálni, egyáltalán milyen dolgokat, milyen múzeumokat érdemes megnézni, vagy egyáltalán ez a VR film hogyan működik, hogy ha azt mondom, hogy szeretnék részt venni, akár nyíregyháziként is megismerni a saját múltját a városnak, akkor hogyan tudok ide eljutni, illetve jelentkezni?
Igen, természetesen, tehát amikor bejönnek az irodába, akkor ott vagyunk mi, ott van egy kollégám, egy fiú kollégám, aki ennek szakavatott tudója, igen, de ha nem, akkor mondjuk én is ugyanúgy fel tudom rakni a szemüveget, meg be tudom indítani a filmet, és akkor egy rövid felvezetés van, hogy mit fognak látni, hogy forogjanak, ne egy helyben álljanak, ez főleg az idősebbek számára fontos, mert ők ebbe azért nem olyan járatosak. De kétféle módja van, mert csoportokat a templomban fogadunk, tehát ugye elég kicsi az irodánk, tehát egy csoport nem férne be, a családokat, egy-két főt pedig az irodánkban. És hogy hol lehet erről tájékozódni, tehát honnan juthatnak információhoz, a honlapunkon fent van az információ a VR szemüvegről, VR filmről, illetve a Facebookon is szoktunk néha hirdetni. Különböző nyelveken szólal meg egyébként ez a VR film? Nem szólal, tehát nincs hangja, hanem csak a látvány. Csak valamit. A látvány. Igen. Jó, akkor a következő kérdés. Mit lehet még Nyíregyházán csinálni, hogyha olyan az idő, mint például tegnap? Illetve ugye arról is beszélgettünk, hogy vannak különböző örökségtúrák, amelyek itt a megyében alakították ki, hogy ezekkel az örökségtúrákkal mi a helyzet, hogyan látjátok, mennyire népszerűek? Ezeket a kerékpárú túrákat a középkori templomok egyesülete indította, illetve indítja a mai napig, ebben az évben 13 örökség túrát indít. Ezek egy része már lezajlott, de még a július, augusztus, szeptember, októberi hónapokban hátra van még néhány túra. És ezeknek a örökség túráknak a célja az, hogy megismertesse a kerékpározás szerelmeseivel azokat a területeket, a felső Tiszavidék, illetve a Nyírség azon területeit, amelyek értékesek, de esetleg kevésbé ismertek a látogatók előtt. Illetve ebben az évben egy új területtel is bővült a túráknak a területe, ez a Bihar területe. Ezek a túrák általában egynaposak, bár van közöttük azt hiszem háromnapos túra is. Egy 2000 forint a túráknak, az egynapos túráknak a díja, és vannak hosszabb, illetve vannak rövidebb túrák is, tehát aki jobban bírja a kerékpározást, az ilyen 60-70-80 kilométeres túrákon is részt vehet, aki pedig kevésbé van hozzászokva a hosszabb távokhoz, az ilyen 30-40 kilométeres túrák állnak rendelkezésükre. Mitől örökségtúra az örökségtúra? Hát, hogy olyan kincseket fedezhetnek fel, amelyek valamilyen értéket jelentenek, például ez a Beregi kör, ami a legközelebb lesz július 13-án, és egyébként itt a Beregi túráról csak annyit szeretnék elmondani, hogy a 2024-ben az év kerékpár útjává választották. Itt ezen a kerékpár túrán középkori templomokat ismerhetnek meg például, élmény elemekkel felfűzve ezt a túrát. Hát ez a Beregi kör, ez például a Tisza nagy része a Tisza töltésén lesz, a töltésén keresztül vezet ez a kerékpártúra, de természetesen ezen kívül kisebb forgalmú aszfaltos utakon is történik kerékpározás. Én visszatérnék még egy picit Nyíregyházára. Bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben ugye itt van a görögkatolikus múzeum, vagy a Kálai gyűjtemény, amelyek, hogyha az ember egy kicsit a történelem iránt érdeklődik, akkor nagyon izgalmasak lehetnek. Ti hogyan látjátok? Van már olyan része a turistáknak, aki azt mondja, hogy jó, nagyon szuper Nyíregyháza, főleg Sóstól, mert ugye az komplexen ad mindenféle élményt, de szeretném még egy kicsit megismerni azt is, amit esetleg a belváros kínál. Szerintem egyre több az ilyen turista, akik bejönnek a belvárosba,
Mai nap is volt például olyan Egerből, illetve Győrből érkező turisták, akik mondták, hogy itt egy kicsit itt szeretnének szétnézni a belvárosban. Ilyenkor ugye tudjuk ajánlani, hogyha nem hétfői nap van, akkor a múzeumokat, a Kálai gyűjtemény mellett van a nagyon szép görögkatolikus múzeumunk, ami tényleg ritkaság számba menő ikonokat mutat be, illetve tudjuk ilyenkor még ajánlani a templomokat is. Nekem nagyon izgalmas, mert hogy én görögkatolikus vagyok, itt van például a templomunknak az új festése, az például tudja úgy vonzani a látogatókat, hogy azt mondják, hogy szeretném megnézni, hogy hogyan alakították ki ezt az új festést, hiszen ennek országos híre is lett. Persze. A görögkatolikus templom, ha jól tudom, most nem tudom, hogy mindig nyitva áll a látogatók előtt, de ha nem is tudnak bemenni a templomba, akkor egy üvegablakon keresztül, üvegajtón keresztül be tudnak nézni. A római katolikus templom az, ami egész nap várja a látogatókat, illetve az evangélikus templom is olyan, ami bejelentkezés alapján látogatható, de minden templom esetében megoldható az, hogy fogadják a turistákat. Nagyon szépen köszönjük. Még egyszer gratulálunk az elismeréshez, és reméljük, hogy egy nagyon izgalmas nyár előtt állunk, hiszen azt gondolom, hogy az igazi nyár az még most kezdődik Nyíregyházán. Köszönöm szépen én is.